Polgármesteri fogadóra megválasztott válaszol. Legutóbb, amikor Kovács Róbert kőbánya polgármestere itt járt a stúdióban, akkor valahol a beszélgetés vége felé arról beszéltünk, hogy elindul egy akció, egy egész éves akció Kőbányán, Mozdulj címmel, és akkor még ez egy határozott terv volt, most viszont már itt van a füzet. A részletekről, polgármesterről legyen kedves beadni bennünket. Határozott terv volt, a tervnél már egy picivel több, de most már eljutottunk ahhoz a ponthoz, amikor teljes körűen beszélhetünk erről a programról. Szerettük volna elérni azt, hogy szeretnénk elérni azt, hogy Kőbányán minél többen mozogjanak, sportoljanak. Akár rendszeresen a mindennapokban, ez lenne a legjobb, de szeretnénk, ha lennének olyan dedikált napok, amikor sokan megmozdulnának és példát mutatnának akár másoknak is, hogy milyen jó is mozogni és milyen változatos formákban lehet ezt megtenni Kőbányán, hiszen szervezünk korcsolyanapot, szervezünk úszónapot, futónapokat, kerékpáros napokat, egész évben lehet majd igazából versengeni, mert pecséteket kell gyűjteni, kezemben van egy kis füzet, ebbe a pontgyűjtő füzetbe rögzítjük a pecséteket, minden alkalommal, ha valaki részt vesz egy-egy sporteseményen, és nyilván ki fogjuk sorsolni majd a részvevők között azokat a díjakat, amelyeket az önkormányzat erre a célra biztosít, itt rengeteg sporteszköz, kirándulásokat, de akár wellness hétvégét is el lehet érni mindazoknak, akik rendszeresen részt vesznek ezeken a megmérettetéseken. Nem verseny igazából, hanem aktivitás. Úgyhogy én biztatok minden kőbányait, óvodáskortól egészen az agastyánkorig, hogy jöjjenek el ezekre a programokra. A legelső az most februárban lesz az Ihász utcai jégpályán február 24-én, úgyhogy izgatottan várjuk, hogy az eddig már megszokott, hagyományos, sok résztvevős programok mellett az újak milyen létszámmal hogyan fognak indulni. És magát ezt a füzetet, vagy általában a részvételt, azt valamilyen szervezett formában kell megtenni, tehát jelentkezni kell valahol, vagy egyszerűen csak el kell menni az első ilyen alkalomra, és akkor ott beiratkozhat valaki. A helyszínen is lehet igényelni természetesen ilyen pontgyűjtő füzetet, de már most az ügyfélszolgálatokon át lehet venni, a sportközpontban át lehet venni. Kérünk egy kis regisztrációt is, illetve ahhoz a hozzájárulást, hogy aki ilyen füzetet kap és szeretne a sorsoláson részt venni, járjon hozzá, hogy az e-mail címét rögzítsük, hiszen így tudunk a leggyorsabban, leghatékonyabban kommunikálni majd azokkal, akik részt vesznek a sorsoláson. És miután ott fekszik ön előtt egy másik brosúra, átlendülünk erre a témára, ugyanis ez a baba témakör. Kőbánya önkormányzata hát bő fél évvel ezelőtt körülbelül beindította azt a programot, amelynek az a célja, hogy a kőbányai újszülötteket, amennyiben a tisztelt szülők igénylik, akkor egy ajándékcsomaggal örvendeztetik meg. Hogy alakul ez a program, illetve mi köze van ennek a füzetnek ez az egészet? Tavaly a második fél évben indult a program, a baba kelengyét nagyon sokan átvették, körülbelül a jogosultaknak a fele. Bízom benne, hogy ahogy ennek híre megy, és haladunk előre az időben, egyre többen fogják kérni. Mivel ez a települési támogatások között szereplő támogatásforma, másként nem tud az önkormányzat ilyesfajta juttatáskor biztosítani, ezért egy igénylapot ki kell tölteni, de ez ne tartson vissza senkit. Ezt a programot tovább folytatva egy Bababárás Kőbányán című füzetet is útjára indítunk. Ebben a kis füzetben rengeteg tudnivalót foglaltunk össze, akár azokat, amelyeket a kormány biztosít a gyermekellátás, gyermekek nevelése kapcsán egészen a csecsemőkortól, illetve azokat, amelyeket az önkormányzat biztosít, itt a különböző ellátási formák igénybevétele, annak igénylési lehetőség is megjelenik, de akár az is, hogy milyen védőoltásokat lehet elérni Kőbányán térítés ellenében, vagy térítésmentesen, ez itt nagyon fontos. Nyilván a program az valaminek a folytatása, hiszen Kőbányán működik egy olyan védőnői szolgálat, ami azt gondolom, hogy példaértékű, tehát a csecsemőgondozással, babagondozással, kismamák gondozásával komolyan foglalkozik az önkormányzat hosszú-hosszú évek óta, de ezt mindig gazdagítjuk újabb elemekkel, ehhez tartozik például ez a kis tájékoztató füzet is.
Ahogy itt az imént belenéztünk ebbe a brosúrába, azt gondolom, hogy érdemes átforgatni még annak is, aki úgy gondolja, hogy nagyjából tisztában van az ügyekkel, hiszen rengeteg minden változott, új kategóriák, új fogalmak, ha más nem átcsoportosítva, szóval érdemes kicsit felturbozni az ismereteket ez ügyben. Hol lehet ilyen füzetet kapni? A védőnőknél lehet elsősorban ezt átvenni. Minden védőnőhöz Kőbányán eljuttattuk. A védőnök ajánlana is fogják a kispamáknak, de bátran kérhetik is, tehát a védőnői szolgálatnál vehető át. Az előbb említette a Baba Kelengye program kapcsán, hogy az önkormányzat meghatározott keretek között tud ilyen meg olyan funkciókat teljesíteni. Ez szorosan összekapcsolódik a költségvetéssel, amelyről gondolom, hogy ha majd elfogadják, akkor majd részletesebben is beszél, de annyit legyen kedves megosztani velünk, hogy hogy állnak, sikerül összehozni, hiszen általában nagyobb az igény, mint amennyi pénz van. Ez mindig így történik, vagy ez a jellemző. Még a mai napon is beszéltünk a költségvetésről, le kell zárnunk rövidesen az előkészítését. Ma már csak apró részletek cizellálás, ami hátra van, illetve még most is futnak be olyan igények, amelyeken el kell gondolkodnunk, vagy akár keletkeznek ezekben a pillanatokban is olyan plusz feladatok, amelyekre előzetesen nem számítottunk, de meg kell oldani. Ilyen például az újhegyi uszodánál a tető megerősítése. Meg fogja tárgyalni február 22-én a képviselőtestület a költségvetés, reményeim szerint el is fogja fogadni, és akkor a részletekről már tudunk beszélni. Stabil, kiegyensúlyozott, kiszámítható gazdálkodásra számítunk egyébként 2018-ban is. Hogyha az elmúlt esztendők gyakorlatát követik, akkor gyanítom, hogy benne szerepelhet ebben a költségvetésben egy olyan tétel, amely a növények, virágok adományozásáról szól, és látom a honlapon, hogy valójában lehet igényelni ezeket a dolgokat ismét, tehát a kőbányai zöld programjegyében készülnek újabb akcióra. Miről van szó? Ahogyan ezt a kőbányaiak megszokták, megszerették, sőt ma már talán el is várják, kérik. Ismét lehet virágokat igényelni, egynyári növényeket, fűszernövényeket, 23-áig lehet ezt igényelni, március 23-áig, de már az igénylő lap az újságban, illetve a honlapon letölthető. Szeretnénk időben átadni mindenkinek ezeket a növényeket, annak érdekében, hogy még a nagy melegek előtt, bízunk benne, hogy jó meleg lesz idén nyáron is, vagy meleg lesz, jó idő lesz, el lehessen ültetni. De egyébként minden programot, amit eddig a közösségépítésben, közösségszervezésben, de én az akár környezetvédelmi jellegű, vagy mozgásformákra utaló, vagy akár a nyugdíjasokat, idősebbeket érintő programokat tovább visszük, és ezeket mindig gazdagítjuk is. Előbb beszéltünk a mozgásról, új elemek fognak megjelenni idén a kőbányai kerékpáros életben, gyakrabban fogunk bringás reggelit szervezni, vagy gyakrabban családos bringatúrákat Kőbányán. Tehát folyamatosan gazdagítjuk azt a közösség életet, ami Kőbányán nagyon szépen formálódott az utóbbi években. Szeretnénk még gazdagabbá tenni. Polgármester úr egy korábbi alkalommal említette, hogy a jelek szerint felgyorsulnak azok a munkálatok, amelyek a Bosch kőbányai létesítményének a bővítését célozzák, és ez ügyben tárgyalások voltak, engedélyezések voltak függőben. Van-e újság ez ügyben? Hiszen ez egy nagy durranás mindenképpen. Halad előre a folyamat a maga útján. Ennek a leglátványosabb eleme most egyébként részben szomorú is, hiszen a volt textilgyár épületét, épületegyüttesét bontják a napokban is. Tisztul a terület. Nyilván az egy mára elavult, használaton kívüli terület volt, elavult épületekkel, helyette épül egy modern. Úgy vélem, hogy Kőbányának megint egy presztízs beruházása fogott megvalósulni, sőt nem csak Kőbányának, ezt bátran lehet mondani, hanem európai léptékkel, mértékkel is számottevő ez. A Bosch csoportnak ez lesz a második legnagyobb kutatóközpontja, úgyhogy mi erre büszkék vagyunk, hogy éppen itt valósul meg. Köszönjük szépen, jöjjön máskor is. Köszönöm szépen.